Iskolafelújítás, 55 millió forintból korszerűsítették a Nyárádi Mihály általános iskolát a Ramocsaházán. Újabb rekord, hétfő délután megérkezett az 500 ezredik látogató a Nyíregyházi állatparkba. Kész küldött gyűlés. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepli idén a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének nyíregyházi csoportja. 55 millió forintból újult meg a Nyárádi Mihály általános iskola Ramocsaházán. A Kölcsey Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A beruházást egy elnyert EFOP pályázat tette lehetővé a Kisvárdai Tankerületi Központban, valamint Magyarország társfinanszírozásával valósulhatott meg. Az intézmény még 1970-ben épült, így nagy volt az igény a nyáron kezdődött felújításokra. Megújult padlóburkolatot, új oktatási segédeszközöket, padokat, székeket és irodabútorokat kapott a Nyárádi Mihály általános iskola. A Ramocsaházi intézményben ezentúl megújult a lépcső feljáró, és egy új akadálymentes bejáratot is kialakítottak. Az iskola 1970-ben épült, és 2017 évelején került a Kisvárdai Tankerületi Központhoz, amelynek célja, hogy ne csak a városokban tudják biztosítani a 21. századi oktatási feltételeket. A Kisvárdai Tankerületi Központ számára nagyon fontos a hátrányos helyzetű kis településeinknek a fejlesztése, hiszen hátrányos helyzetű gyerekek járnak ezekbe az iskolákba, nehéz körülmények között élnek, és az odaadó pedagógusaink segítségével olyan lehetőségekhez juthatnak, amely egyébként a családi környezetben nincs lehetőségük. Az iskola különböző digitális eszközöket is kapott. A tantermek digitális tábláját pedig már több éve használják a pedagógusok, így az innovatív oktatás nap mint nap megvalósul a Ramocsaházi iskolában. Ezen felül az iskola kültéri sportpályája is megújult, közölte a Nyárádi Mihály általános iskola intézményvezetője. Én ide jártam általános iskolába, és a futballpálya az akkor épült abban az időben, és azóta semmilyen salakborítást nem kapott, tehát a szél, illetve az időjárás viszontagságai nagyon megviselték. A gyerekek viszont mindennapos testnevelés során használják a pályát, a szabadban szeretnek kint tartózkodni, és nagyon nagy szükségünk volt erre. Nagyon is örülnek, a legjobban egyébként a pályát részesítik előnyben, illetve a futópályát és az ugrálógödröt, de nem ez volt elsősorban a feladat, hanem nagyon sok délutáni foglalkozásunk van, és a termeink most már szűkösek. 4 délutáni csoportunk van, illetve citera, furulya, néptánc, zongora oktatás folyik, illetve van egy testvériskolai pályázatunk, ott szintén foglalkozások, hetente 4 foglalkozást tartunk, és szükségünk volt termekre. Illetve egy nyelvi labor került kialakításra az intézményben. A megvalósult beruházás a pedagógusok elhivatott munkájához. A hátrányos helyzetű településen élő 108 tanuló számára kínál a kor elvárásainak megfelelő tanulási feltételeket. Minden beruházás gazdagítja a települést, az oktatási fejlesztések pedig mindig fontosak, emelte ki Ramocsaháza polgármestere köszöntő beszédében. Az általános iskola meg kifejezetten a szívünk csücske, hiszen az oktatás az, ami előre viszi majd a következő nemzedéket, és ha jól emlékszem, talán a legutolsó felújítás valamikor a 2000-es évek elején volt, és már nagyon kellett. A tornatermünk elhasználódott, rengeteg régi bútorzat cseréje megtörtént, és én nagyon-nagyon örülök neki, és bízom abban, hogy a jövőben egy energetikai korszerűsítéssel végleg meg fog újulni az iskolánk, ami úgy néz ki, hogy ez egy 93 milliós projekt, amely majd még nagyobb örömet okoz nekünk, hiszen akkor teljesen lezárul az általános iskolánk felújítása. Ez a közel 100 millió forintos projekt szinte biztos, hogy megvalósul, tette hozzá a polgármester, ezt viszont már nem tankerületi forrásból finanszírozzák majd. Az 500 ezredik látogatót köszöntötték a Nyíregyházi állatparkban hétfő délután. A város egyik legkedveltebb turisztikai attrakciójában a különleges vendéget az állatpark igazgatója és Nyíregyháza polgármestere várta. A Nyíregyházi korábban már volt Európa legjobb állatparkja az 500 ezer látogató alatti kategóriában. Eddig egyetlen egyszer érte el a Nyíregyházi állatpark az 500 ezres látogatószámot 2010-ben, amikor megnyílt a Zöld Piramis.
akkor novemberben jegyezhette fel ezt a történelmi számot Nyíregyháza egyik legkedveltebb turisztikai attrakciója. Most már október végén köszönhették a 500 000. látogatót egy 4 tagú család személyében. Szerencsről érkeztünk, és szinte havi rendszerességgel eljövünk, mert a gyerekek nagyon-nagyon szeretik az állatokat, így aztán a kedvükért gyakran ellátogatunk ide. A kedvenc állataik leginkább nem is annyira a többi gyereknek kedvenc állatok közül válogatnak. A kaméleonokat szeretik, a patkányokat, különböző rovarokat, bogarakat, kígyókat, amiket egyébként otthon is tartottunk már. Egy 120 ezeres vidéki városban hatalmas szenzációnak számít egy-egy ilyen látogató szám elérése, ezért ajándékkal is jutalmazták a családot. Kaptak egy egyészakás ingyen jegyet a Pangába, nyilván állatparki belépővel, és még nyíregyházi kis ajándékokat egy táskába. Nagyon nagy öröm, hogy már októberben túl vagyunk az 500 ezredik látogatón, ez azt mutatja, hogy az állatparkunk, amely tavaly a legnagyobb, legnépszerűbb turisztikai attrakció címet is elnyert, és ugye ez is közönségdíj, az változatlanul népszerű. Nem véletlenül a vidéki városok közül a leglátogatottabb turisztikai attrakció a sóstózó. Ez az eredmény az enyhe időnek is köszönhető. Az esőmentes nyárnak és ősznek, bár sok ágazatban nem örülnek, az állatkert vezetősége annál inkább. Az időjárás mellett a szakmailag felkészült állatkerti dolgozók és az elsőrangú fejlesztések is hozzájárultak a sikerhez. A polgármester úr, a miniszterelnök úrral kötött egy olyan megállapodást, ami a magyar állatkerti történetben egyedülálló fejlesztési lehetőséget biztosított a Nyíregyházi Állatparknak. Vidéki állatkert még ekkora fejlesztést nem kapott, ez a 7 milliárdos csomag, aminek a felénél tartunk, és ebből a 7 milliárdos csomagból már elkészült a főbejárat, megújultak a park útja és ugye a Hotel Panga, és most jön még a java. Az állatpark igazgatója hozzátette, hogy ezek a fejlesztések látványosak és nagyszabásúak voltak, de a következő beruházások is hasonló volumenűek lesznek. A gyerekes családok a szokottnál korábban, legkésőbb szerdáig megkapják az októberi családtámogatásokat, a családi pótlékot, a gyermekgondozás segítő ellátást, valamint a gyermeknevelési támogatást, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az intézkedés több mint 1 millió jogosultat érint. A kormányzat a november 1-jei minden szentek ünnepével és a hosszú hétvégével indokolta az előrehozott utalásokat és postai kézbesítéseket. Azt írják, az intézkedéssel a gyermekes családokat szeretnék segíteni. A közlemény szerint a posta a hét elején kézbesíti az ellátást, és a bankszámlákra is ezen a héten érkeznek meg a juttatások. Tehát legkésőbb szerdáig mindenkihez el kell, hogy jusson a novemberi családtámogatás. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepli idén a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének nyíregyházi csoportja. A kész őszi küldött gyűlését ebből az alkalomból Nyíregyházán tartotta a hétvégén. A találkozó célja, hogy tapasztalatot cseréljenek a tagok. A konferencián pedig az aktuális társadalmi kérdésekben segítettek eligazodni. A kész nyíregyházi csoportja látta vendégül az idei őszi küldőgyűlés résztvevőit a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi csoportja idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egy ökumenikus civil szervezet, 74 csoportja van országosan, ennek a csoportnak az egyik része a nyíregyházi. Örömmel mondhatom, hogy 25 éve alakult a nyíregyházi késcsoport, ezt egy ünnepi taggyűlés keretében ünnepeltük meg a tavasz folyamán. Ami a taglétszámunkat illeti, 50 felnőtt tagunk van jelenleg, és örömmel mondhatom, hogy az országban egyedüliként a nyíregyházi csoportban működik ifjúsági tagozat. Ez 20 fő fiatalt jelent. A célunk az a keresztény értelmiség összefogása. Különböző programokat szervezünk, előadásokat, kiállításokat. A küldőgyűlésre az ország kész csoportjaiból érkeztek tagok, akik áttekintették az elmúlt fél év eseményeit, illetve a következő évre készülnek. 2019-ben lesz ugyanis 30 éves a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. A találkozó célja, hogy tapasztalatokat cseréljenek és lelkesítsék egymást. Erről Maklári Ákos, a kész elnöke beszélt. Szeretnénk arról beszélni, hogy az a
az a kezdeményezés, ami az elmúlt két hónapban valósult meg, az hogyan sikerült, mert egy kormányzati támogatással, a pályázati pénzből sikerült megvalósítani azt, hogy a Beregszászi Nemzeti Színház egy előadását elvittük Felvidékre, Erdélybe, Délvidékre és az anyaországba is, hogy ez hogy sikerült, úgy hallottuk, hogy jól, hogy ennek legyen folytatása, mert azt gondolom, hogy egy-egy ilyen programra, ami egyszerre kulturális és vallási is, és kereszténységünket segíti, nagyon nagy szükség van a határokon átívelő ilyenfajta kapcsolatokra. A küldött gyűlésen a megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a résztvevőket. Sesták Oszkár beszédében kiemelte, fontos és hasznos tevékenységet végez a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Nyíregyházán és a megyében is. A szövetség konferenciái mindig segítenek az aktuális társadalmi kérdésekben eligazodni. Az ország, sőt határon túli magyar területekről is jöttek kész csoportok, akik közösen megvitatják egy nagyon fontos társadalmi kérdést, sőt Európa előtt álló kérdés, civilizációs kérdés, hiszen nem is gondoltuk volna, hogy néhány évvel ezelőtt olyan fontos kérdésekkel kell szembesülnie keresztényeknek, keresztény értelmiségieknek, mint ami manapság már Magyarországon is érezhető, közöttünk is érezhető, nevezetesen az iszlám kérdése, a további veszélyekről nem is beszélve, ami a környezetvédelmet és más veszélyeket jelent a civilizációnkra nézve. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének küldőgyűlése vasárnap is folytatódott. Akkor a határon túli társszervezetek munkaértekezletét tartották. Fásítási program vette kezdetét Nyíregyházán, amelynek első elemeként 30 darab juharcsemetéből álló fasort telepítettek a Szegfi utcán. Nyíregyházán a zöldítés, a városkép szebbé tétele, a levegő minőség javítása, valamint a közösségépítés szempontjából is fontos, mondta el televíziónak a megyeszékhely polgármestere. Nyíregyháza polgármestere, az alpolgármesterek és a felajánló cégek képviselői közösen ültették el az új fasor darabjait a Szegfű utca elején. A városban egyedülálló módon egységesen csak egyfajta fákat telepítenek a nemrég megújult négysávos út mentén. A Szegfű utcára 30 fát tudunk ültetni, ez most elültetésre kerül, 30 juharfa, amit a szakemberek ide javasoltak, és három cég társult hozzánk. A Spár Magyarország Kft., amely itt működik, a Sportcentrum, illetve a Nyíregyházi Vállalkozók Egyesülete. A polgármester azt mondta, a város lakói, valamint az itt lévő vállalkozók számára is fontos, hogy élhetőbb és szebb legyen a település, ezért egyre több zöldítést és közösségi fejlesztést végeznek. A fő irányelv az, hogy a városuk legyen szép, egészséges, zöld, olyan közösségi szinterekkel, amit az emberek élveznek, használnak, és mindezek mellett minden generációnak építsünk, például játszótértől a szabadtéri kondiparkig, olyan létesítményeket, hogy az egészségüket megőrizzék, kerékpárutat is említhetném, futópálya, mint a Besenyei téren legutóbb. És ez nem csak azért fontos, hogy zöld legyen, szebb is a városkép szempontjából is, a levegőtisztaság, egészségünk szempontjából, meg a közösségi programok, tehát a közösség építés szempontjából is kiemelten fontos. Kovács Ferenc hozzátette, az elmúlt ciklusban több ezer fát ültettek, azonban a zöldítés és a fásítás tovább folytatódik majd jövő tavasszal is. Rák Zoltán, a Móri Zsigmond Színház színésze lumbágótól szenved. Legalábbis a legújabb komédiában, a Balfácánt vacsorára című francia bohózatban Pierre-ként. A darab alapját az a Francis Weber rendezte még 1981-ben, aki 2003-ban a Pofa Be, vagy 2006-ban a Top Model a barátnő című filmet. Minden idők egyik legsikeresebb vígjátéka érkezik az évadban a Móri Zsigmond Színház nagy színpadára. A francia bohózatban a középosztálybeli házaspár életében van egy kis probléma, a férj Pierre lumbágóján kívül, ez pedig a házasságtörés. A komikus szerelmi kalandokat Göttinger Pál rendezi, akinek főrendezőként ez az első közös munkája a főszereplő Rák Zoltánnal. Nagyon kíváncsian várom. Egyszer egyébként dolgoztunk együtt egy nagyon picit, de akkor valóban még nem volt főrendező, és mindketten főiskolások voltunk egy táboron belül egy napig. Az nagyon vicces volt, az sem volt, ez már 10 éve. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, mert idén kétszer is fogok vele dolgozni ebben az évadban, a következőben a Bob Hercegben is.
Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy jól sikerüljön ez a próba folyamat, mert a következőben is együtt fogunk dolgozni. Bár Göttinger Pála ez az első közös munkája a fiatal színésznek, van a darabnak egy kisebb reflektort kapó szereplője, akivel már az ötödik közös darabjukat próbálják. Ez a vendégművész pedig nem más, mint a nemrég Lady Macbethként is bemutatkozott László Lili. Neki itt ez az ötödik produkciója is egyúttal, és ugye mindegyikben én voltam a partnere, az egyik, ez nagyon érdekes, úgyhogy erre ő már várt, számított, mondta is, hogy na, megint együtt leszünk, úgyhogy szerintem azzal se lesz semmi probléma, mert eléggé összeszoktunk tulajdonképpen ez alatt a szűk egy év alatt. A Balfácánt vacsorára című fergeteges komédia olvasó próbái már elkezdődtek. Hogy ki hazudik és ki mond igazat, valamint hogy ki az igazi Balfácán, az az elkészült francia bohózatból talán kiderül december 8-án a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán. Döntetlent játszott a MOL Vidi FC-vel a kisvárdai futballcsapat. Az NB1 13. fordulójának záró mérkőzésén Dajka László együttese hazai pályán 2-2-re végzett a bajnoki címvédővel. A kisvárda szombaton a Budapest Honvéd csapatát fogadja. A csütörtökön még Szalonikiben Európa Liga mérkőzés játszó fehérváriak számítottak a mérkőzés torony magas esélyesének, és a vendégek bő negyed óra játék után meg is szerezték a vezetést. Ene rúgta meg 4 gólt a 16-oson belül, a megítélt büntetőt pedig a sértet váltotta gólra. A 26. percben egyenlített a házigazda, Prot is lőtte be a labdát a fehérvári kapu elé, Sassá pedig Fialát megkerülve látványos mozdulattal fejállt a kapuba. A gólt követően is ment előre a kisvárda, de újabb találatot a Vidi szerzett, egy gyors támadás végén Fiala beadását még kifejelte Melnyik, a lehulló labdát azonban Pátkai a kapubal alsó sarkába lőtte. A második fél időben Dajka László együttese nagy erőket mozgósított az egyenlítésért, és az erőfeszítést a 74. percben sikerkoronázta. Lukasz labdáját Prot is lőtte be középre, és az Ilics elől menteni akaró Stropira lábáról saját kapujába pattant a labda. A hátralévő időben már nem született több gól, így a kisvárda 3 vereséget követően egy nagyon értékes döntetlennél szerzett ismét pontot. Azt lehetett látni, hogy a videóton az milyen játékerőt képvisel. Tehát ezt tökéletesen láttuk, tisztában vagyunk vele. Próbáltunk amennyire csak lehet fölkészülni a videótomból, viszont annak nagyon örülök, hogy voltak olyan időszakaink, amikor azért már mi is futballoztunk, alakítottunk ki lehetőségeket, helyzeteket, és az, hogy kétszer föl tudunk talpra tudtunk állni, az óriási dicséret a csapat. A vendégek edzője szerint a vezetés megszerzése után egy újabb góllal le kellett volna zárniuk a meccset. Congratulations for Kisvárda for winning a point tonight. We lost 2 points. Gratulálok a Kisvárdának az 1 pont megszerzéséért. Egyértelműen úgy érzem, hogy mi elbuktunk 2 pontot. Nem volt egységes a csapat, nem voltunk stabilak, 2 gólt is kaptunk. Hiába vezettünk 2-szer is, a vezetésünk után nagyon könnyelműen játszottunk, kihagytuk a lehetőségeket az ellenfél kapuja előtt. 2-2 után rendkívül ideges volt a csapat, az ellenféllel, a játékvezetővel foglalkoztak a labdarúgóim, így nem lehetett megnyerni a mérkőzést, nagy hiányérzet van bennem a történtek miatt. A forduló további eredményei a következők: MTK Budapest Újpest 1-0, Debrecen Puskás Akadémia 2-1, Diósgyőr Ferencváros 1-4, Szombathely Budapest Honvéd 0-1 és Paks Mezőkövest 2-1. A tabella élén a 27 pontos Ferencváros áll, megelőzve a 23 pontos Honvédot és a 21 pontos MTK-t. A 9 pontos Kisvárda a 9. helyen állva várja a szombati fordulót, amelyben a Honvéd érkezik majd a Várkerti stadionba. Elvesztette szezonbeli hazai veretlenségét a kisvárdai női kézilabda csapat. Vlatko Gyonovics együttese az NB1 hetedik fordulójában a Siófokot fogadta, és a vendégek 27-22-es győzelemmel távoztak a városi sportcsarnokból. A kisvárda pénteken Békés Csabán lép pályára. A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, a 4. percben 3-0-ra, a 8. pedig 5-2-re vezetett a kisvárda. A folytatásban feljavult a Siófok, 1/4 óra elteltével már a balatonpartiak vezettek 6-5-re. Az első félidő 2 gólos vendégvezetéssel zárult. A második játékrész elején egyenlített a házigazda, aztán azonban 4 góllal ellépett a Siófok. A kisvárda megpróbált mindent, többször is felzárkóztak 2 gólra Orbánék, a hajrá azonban a vendégeknek sikerült jobban, így a meccs végére alakult ki a két csapat közötti legnagyobb 5 gólos különbség. A hazaiak edzője a vereség ellenére sem volt elégedetlen játékosai teljesítményével. First, congratulations. You play excellent today.
Gratulálok a Siófoknak, úgy gondolom a csapat játékerejét tekintve ott van a 8 legjobb európai együttes között. Mindent megpróbáltunk a mai mérkőzésen, támadásban, védekezésben is többször váltottunk, alkalmaztuk a 7-6 elleni támadást is. Sokáig szorossá tudtuk tenni a meccset, de egészen egyszerűen a Jobbik csapat nyert. Ettől függetlenül büszke vagyok a játékosaimra, mert nagyszerűen játszottunk, de tőlünk ma ez volt a maximum. A vendégek edzője szerint csapata a saját kapujuk előtt nyújtott teljesítményével alapozta meg a győzelmet. Egy nagyon nehéz szerepen voltunk ma, és egy nagyon jó csapattal találkoztunk. Fontos volt számunkra, hogy a Győr elleni mérkőzés után tényleg visszataláljunk a helyes útra. És igazából a védekezésünk volt az, ami miatt sikerült nyernünk. De azt kell mondjam, hogy ha most hazamegyünk Siófokra, akkor bizony sok mindenen kell még dolgoznunk, ami a támadó játékot illeti. Az NBA tabelláját a 16 pontos Ferencváros vezeti, megelőzve a szintén 100%-os Győrt. A 8 pontos Kisvárda az 5. helyen várja pénteki Békés Csabai vendégjátékát. Most pedig híradók végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. 55 millió forintból újult meg a Nyárádi Mihály általános iskola Ramocsaházán. A megvalósult beruházás a pedagógusok elhivatott munkájához a hátrányos helyzetű településen élő 108 tanuló számára kínál a kor elvárásainak megfelelő tanulási feltételeket. Hétfő délután megérkezett az 500 ezredik látogató a város egyik legkedveltebb turisztikai attrakciójába. Az állatpark 500 000 idei látogatóját a komplexum igazgatója és Nyíregyháza polgármestere köszöntötte. A kész őszi küldöttgyűlését Nyíregyházán rendezték meg a hétvégén. A találkozó célja az volt, hogy tapasztalatot cseréljenek a tagok, a konferencián pedig az aktuális társadalmi kérdésekben segítettek eligazodni. A szövetség a fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a rendezvényen. Önök a Kölcsey Televízió iradóját látták október 29-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap változékony időre van kilátás. Holnap napközben egy gyengülőben lévő hidegfront vonul át fölöttünk. Az éjjeli órákban változóan felhős lesz az ég, majd reggelre megvastagszik a felhőzet, és ekkor már eső, zápor is előfordulhat. A délkeleti szél helyenként megélénkül, enyhe lesz az éjszaka. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a front átvonulásával átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, majd délután nyugat felől kiderül az ég, eső zápor több felé kialakulhat. A déli szél megélénkül, néhol megerősödik. Délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap napközben hidegfronti hatásra lehet számítani. Szerdán napos, kellemes őszi idő várható, majd csütörtökön újabb hidegfront közelíti meg térségünket. A hét második felében több lesz a felhő, de számottevő csapadék térségünkben nem valószínű. A csúcs hőmérséklet pár fokot ugyan visszaesik, de még így is az ilyenkor megszokottnál enyhébb időnk lesz. Hajnali fagyok nem veszélyeztetik a temetőket díszítő virágokat.